A rendezvény sorozat második alkalmán, amíg a szülők az intézmény vezető előadását hallgathatták az iskoláról, illetve azokról a lehetőségekről és foglalkozásokról, amik a gyerekek kompetenciájának fejlődését segítik, addig a gyerekek játékos foglalkozáson vehettek részt. Iskolánkban több évtizedes hagyomány, hogy a leendő elsős tanulók számára, kisobodások számára bemutatkozó programokat szervezünk. Így történt ez ebben az évben is. Körülbelül egy hónappal ezelőtt tartottuk az első ilyen típusú rendezvényt, ahol egy meséhez kapcsolódtak a játékos feladatok, és nagy örömmel tapasztaltuk, hogy 45 kisgyerek érkezett hozzánk, és mind jól érezték magukat. Most a második eseményen vagyunk februárban. Ez egy bábjátékhoz, bábjáték köré szerveződött ez a program, amit a tanítónők adtak elő. Mai napon intézményvezetőként bemutattam az iskolát, de talán ennél is hasznosabb, hogy a következő hónapban, márciusban lesz egy olyan alkalom, amikor a szülők bejöhetnek, és a leendő tanítónőket óra közben megnézhetik, és ott láthatják, hogy milyen kapcsolatot tudnak kialakítani, milyen a légkör, és tényleg tanórai keretek között ismerkedhetnek meg velük. Ez az egyik legfontosabb állomás szerintem. A beiskolázásra, illetve a beiratkozásra pedig április hónapban kerül sor, április 18-19-én. Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskort varni megy, a harmadik itt a padon, a dudáját folyja nagyon, de szép hangja van. Danna, danna, dan. A leendő elsősök egy meséhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg. Három állomáson kellett ügyességi, zenés és angol nyelvi kihívásokat megoldaniuk. Fontosnak tartom, hogy a szülők és a gyerekek is betekintést nyerjenek az iskolába. Próbáltunk olyan programokat összeállítani, amely a gyerekekhez közel áll, ezért találtuk ki a bábozást, mert azzal úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk fogni a gyerekek érdeklődését. Illetve igyekeztünk bemutatni az angolos vonalat, illetve zenés játékos programokat, tesis programokat csináltunk. Nagyon sokan eljöttek szerencsére, úgyhogy örülünk az érdeklődőknek. Egy életem, egy halálom, megpróbálom. Gyerekek, segítetek nekem elhozni azt, amit a boszorkány kér? Igen! A pedagógusok célja ezekkel a szórakoztató programokkal nem csak felhőtlen kikapcsolódás biztosítása a gyerekeknek, hanem az is, hogy közösségben töltsenek el időt talán leendő osztálytársaikkal, illetve hogy ezzel a rendezvénnyel átmenetet biztosítsanak az óvodai és az iskolai környezet között. Három állomás van, minden állomáson össze kell gyűjteniük valamit, a legvégén pedig egy varázsfőzetet készítenek ezekből az összegyűjtött tárgyakból, és megtörténik a nagy varázslat. És az egész programunkat egy kis mókázással, tánccal fogjuk zárni, majd egy közös fánkevéssel és tejafogyasztással. Én azt gondolom, hogy amikor a gyerekek az óvodából idejönnek, akkor először megrémülnek, hogy bejönnek a nagy iskolába, az ismeretlenbe, és azt gondolom, hogy a mesével nagyon jól el lehet vonni a kis figyelmüket, és el lehet varázsolni őket pillanatok alatt. Az iskola vár vissza minden érdeklődőt a rendezvénysorozat következő programjára, illetve akiket meggyőzött az iskola színvonala, azok áprilisban a beiratkozásnál végleges döntést hozhatnak.